Jó tett helyében jót várj, és lehetőleg egy igazi társat. Sokan csak várnak rá, sokáig várnak rá. De most itt az alkalom, Pityu személyében. Három hölgy és Pityu a vendégünk. Isten hozta önöket, köszönöm. Keveházi Krisztina, magántáncos az Állami Operaházból. Keveházi Jászmin. González Jászmin. González Jászmin. Te is táncos leszel? Nem, én ritmikus sportgimnasztikázom. Hát az is nagyon szép. És Dr. Pinkedit a Vigyél Haza Alapítványtól érkeztek hozzánk. És Pityu. És Pityu gyönyörű vagy. És Pityu címlapsztár. Hegyi Barbarával és Zoránnal. Mert hogy ismét beszámolhatunk arról az örömteli hírről, hogy megjelent a Vigyél Haza Alapítvány éves naptára. És hát természetesen erről Keveházi Krisztina sem maradhat le, ezúttal Jászminnal. Ti kivel fényképezkedtetek? Hát egy ilyen kis keverék kutyus volt. Istennek elvitték. Nem tudom, hogy melyik hónapban van, mert én is most látom először. Egy nagyon szép kis segítséget. Tulajdonképpen a naptárban szereplő kutyák közül egy másik kutyus és Pityu az, aki még gazdára vár. Többinek van, de van már. Az Illatos úti ebbtelepen nagyon sok kutyus van, több is, mint amennyi elférne, mert hogy 100-an férnének el, és nem igen, 94-en és jelenleg 140 kutyus van. Most már 140-en vannak, hogyha valaki szeretne, akkor inkább onnan. Rengeteg kutya van, kis kutya, nagy kutya, kölyök kutya, idős fontos kutya, csíkos kutya. Macskák is vannak, te szereted a macskákat? Ő minden szeret. Szereted, nagyon jó. Mit tudunk Pityúról? Mert hogy Pityu gazdát remél. Igen, Pityu 8 hónapos kankutyus, a fiú kutyákkal nem nagyon jön ki, mert ő egy nagyon kis domináns fajta, nagy mozgásigénye van, ez ugye látható itt is, hogy alig tudom megfogni. És gyönyörű fogai vannak. És egyébként nagyon kedves, barátságos a gyerekekkel, tehát egy igazán jó kis társ lenne. Igazából lakásban lenne jó, vagy legalább az, hogy bejárhasson a lakásban, tehát ez lenne fontos. És roppant szeretet igényes, ahogy én így elnézem. Nagyon szeret sétálni, és mindenkit nagyon szeret. És bárki eljött most itt is a folyosón, mindenki rámosolgott, nem lehet megállni, hogy nem mosolyognak rá. Na de én szorongatok a kezemben egy Igazi Társ című kis mini kiadványt Vastag Tamástól. Hát ő lehet, hogy a saját kutyusára gondolt elsősorban, de ami a lényeg, az a lényeg, hogy van egy áruházlánc, egy állateledeleket árusító, illetve forgalmazó áruházlánc, ahol lehet kapni ezt a CD-t, és megvásárolják. Február végéig lehet kapni ezt a CD-t, és hogyha megvásárolják, akkor az árból 200 forint az, ami a Illatos úti rendészeti telepet rajtunk keresztül, az alapítványon keresztül támogatja. Szerintem nyugodtan megpróbálhatjuk őket. Lehet, megpróbálhatjuk. Lehet, hogy kerül egyet itt a stúdióban, Pityu. Szervusz, ami őt érdekelne, leginkább? Nem tudom, igen, még nem látott karácsonyfát, úgyhogy meg igen, jól sejtettem. Egyébként a támogatás a régi módszerek szerint is történhet, ugye? Abszolút, adományokon keresztül, és igen, a naptár az, ami az alapítványnak így bevételi forrása, mégis, és mindent a zebrendészeti telep, tehát az Illatos úti kutyáknak az élet körülményeinek a javításait vagy gyógyítását. Hogyha erre az évre visszatekintünk, akkor hogy lehet zárni ezt az évet? Milyenek voltak az emberek? Hát olyan 100 kutya körül tudtunk örökbeadni. Egyébként általában átlagban 3000 kutyus kerül be az Illatos úti telepre. Akkor ez szomorú statisztika, mert ennek van egy szomorú következménye. Igen, azt azért el lehet mondani, hogy most már csak azok a kutyusok kerülnek elaltatásra, akik vagy nagyon betegek, vagy tényleg annyira reménytelen az örökbe adásuk, tehát hogy azért van egyfajta fluktuáció. De ehhez kell az alapítvány munkája, Vigyél Haza alapítvány munkája, és kell ennek az önkéntesek, mint ön is. Igen. Az idei esztendő kifejezetten az önkéntességével. Hát milyen út vezetett el odáig, hogy ön önkéntesként vegyen részt? Igazából a Facebookon láttam meg a Vigyél Haza alapítványt, ugye a kutyusokról szóló tudósításokról, és akkor felkerestem az Andrásékat, az alapítókat, hogy ugye van autóm, és nagyon szívesen segítenék, mert ugye különböző módon lehet csatlakozni munkával, és aztán mivel egy szombati napra beszéltük meg, amikor pont a kutya sétáltatás van, tehát ugye lehet vinni a kutyusokat sétáltatni, aztán ott ragadtam, és gyakorlatilag most már az mondja, a többi
programot igazítjuk a szombati kutyasétáltatáshoz, és akkor baráti körből a gyerekeket össze szoktam gyűjteni, és akkor megyünk együtt, mert akkor egyszerre több kutyust tudunk. És további jelentkezőket is várnak. Így ugye, van, abszolút. Egyébként ez mindenki, tehát ez egy kölcsönös dolog, tehát egy fantasztikus élmény az, hogy a pityú megismeri az embert, a többi kutyus átöleli, a gyerekeket átölelik. Szóval fantasztikusok, megismerik már a sétáltatókat. A kisgyerekeket már úgy neveljük, hogy tényleg nem az a fontos, hogy pici kis kutyát kapok ajándékba, és amikor már megnő, akkor esetleg kérek egy másikat, hanem hogy igenis egy öreg kutya az mennyi szeretetet tud adni, és hogy azt ugyanúgy kell gondozni, hiszen a kutya az micsoda nálunk? Az családtag. Egy családtag. Milyen kutyád van, Jászmin? Hát nagyon sok kutyám van. Sok kutyád van? Bizony, nekünk mi is örökbe fogadtunk, ugye egyet, a Zsömit? A Zsömit, az egyik szemmel, hát van rajta egy ilyen homály, szóval az egyik szemére nem, nem annyira jól lát, szóval. De nagyon jól érzi magát is, és nagyon aranyos kutya, nagyon szeretjük. És akkor van a lakásban is egy pici kutyuska. Ha néz. Aki kicsit nála kisebb, igen, karácsonyra, és van még egy másik havanéz, amit a kisebb volt, olyan 4-3 éves körül, a Manci. A Manci, igen, van egy. Manci hát is megvan még? Öregebb. Megvan, igen, Manci, megvan, ő már 9-10 éves körülbelül. És mire kell figyelni egy ilyen idős kutyusnál? Hát, sok szeretetet kell nekik adni, mert és a sétáltatással, hogy állsz, Jászmin? Ki szokta sétáltatni? A kis kutyákat nem szoktuk sétáltatni, és a nagy kutyát azt meg a nagymama, meg apa, mert az elrántja még Jászmint. Igen, mert az de neki mondjuk kell előmenni. Kert van, tehát, de azért el szoktuk vinni őket sétálni. Tehát mozgásigényüket ki tudják elégíteni. Hát mit kívánnál az illatos úti kutyáknak így az új évre? Hát szeretetet, meg hogy mindenki fogadjon örökbe, még többet. És hogy minden kutyusnak legyen családja. És családja, igen. És természetesen ezeket a kutyusokat örökbe lehet fogadni, és az örökbe fogadott kutyákat már úgy kapják meg, illetve kutyákat úgy kapják meg az emberek, hogy beoltva, és ivartalanítva, és csippel elváltva. Így van. Még annyit hagyd mondjak el, hogy ugye szilveszter közeledik, nem tudom, hogy rátértünk. Petárdázás. Igen, hogy ez nem várható el sajnos, hogy ne legyen petárdázás, de hogy azt szeretnénk kérni ugye a kutya gazdiktól, hogy még azok a kutyák is, akik egyébként nem bejárósak, hogyha lehet, akkor este 6 és reggel 6 között legyenek benne, mert ezek a rendkívüli fény és hanghatások nem csak fizikai sérülést, hanem lelki traumát tud okozni a kutyának, hogy ilyenkor a szilveszteri éjszaka után jóval több kutya kerül az illatos úti terepre is, mert hogy nem is tudják, hogy ki a gazdája, tehát azt is szeretnénk kérni, hogyha lehet, ha nincs csíp, akkor legalább egy telefonszám elérhetőség legyen a kutyuson, hogy később hazakerülhessen. Hát azt kívánjuk önöknek, hogy szilveszterkor vagy új év napján ne legyen nagyon sok munkájuk. Köszönjük szépen. És Pityúért lehet jelentkezni. És hogy figyel? Hogy figyelj, csak ki ejtettem a számon a nevét, és már figyel. Okos kutya. Nagyon és kedves. Köszönjük szépen, és boldog új évet kívánunk, és egy boldog szebb jövőt valamennyi kutyusnak.